Hallo? Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit a streamen. Ma folytatjuk az AC Origins végigjátszást. És ahogy ígértem, megpróbáljuk a mai napon megkeresni, vagyis hát konkrétan megszerezni az Issue Armort. Hogy milyen sikerrel, azt nem tudom. Én már csináltam néhány lépést, hogy közelebb kerüljünk, hogy a streamelni fogom, hogy akkor ne kelljen túl sokat szarakodni, bolyongani. Ezért úgy nagyjából már előkészítettem a terepet. Most már csak menni kell, és felfedezni az megmaradt csillagképeket, mert ugye az Issue Armorhoz az kell, hogy megtaláljuk az összes csillagképet, valamint össze kell gyűjtenünk egy bizonyos mennyiségű szilícium kristályt. Na most úgy nagyjából a szilícium kristály az majdnem megvan, ezt amúgy mutatom is. Ötven darabot kéne, azt hiszem, összeszedni, ha minden igaz, ha jól emlékszem, és nekünk itt 48 van, tehát kettőt még be kell gyűjtenünk, ami nem lesz probléma, mert felfedeztem néhány sírt, ahol még nem jártam, csak mégis, hogy hol helyezkednek el a térképen. Így oda megyünk, aztán átkutatjuk a sírt, sírokat, mert többet is találtam. És a másik dolog ahhoz, hogy megszerezzük az Issue Armort, pedig az, hogy az összes csillagképet meg kell találnunk. Ha jól emlékszem, 4 vagy 5 már megvan, és azon kívül még a megmaradt 6-7 csillagképet szintén felfedeztem a térképen, csak oda kell menni és megoldani a feladatot. Ennyi. Úgyhogy erre most így rá is állunk. Kérdés az, hogy hol... Aha. Itt vagyok. És... Végül is... Egyébként... Indulhatnánk fölfelé is, meg északnak is, meg délnek is. De én azt mondom, hogy menjünk délnek. Ebbe az irányba megindulunk, aztán csináljuk. Fokozatosan. Itt aztán folyamatosan az út közben mindig lesznek különböző feladatok. Itt is van egy, azt itt a következő. És akkor majd így haladunk szépen sorjába. Minden sorba veszek, ami így útbe esik. És erre felé térképen, ahogy fogunk jönni, vagy ahogy haladok. Itt van egy sír, amit már félig meddig megcsináltam. Itt van egy szerkezet, amit majd be kell indítanunk, ahol szintén szilícium kristályra van szükség. 5 darabra, ez nem lesz probléma, csak ezt direkt streambe akartam megcsinálni, elindítani ezt a szerkezetet. Nem tudom, hogy mi ez a szerkezet, vagy hogy mit fog csinálni, mit fog adni, vagy hogy egyáltalán ad-e valamit. Ezért hattam meg streamre kíváncsiságból. Viszont errefelé aztán még lesznek különböző sírok, amiket fel lehet kutatni, ahol találunk még plusz szilícium kristályt. És akkor így jövünk. Itt is van egy ilyen csillagkép puzzle, amit majd megfejtünk. Ugye itt megint csak van egy sír. És akkor így jövünk szépen sorjába. Remélem, hogy az összeset felfedeztem a térképen, ugye itt is. Ha nem, akkor ami megmaradt, azt megkeressük, az nem probléma. Az 1-2 meg lesz. Én úgy gondolom, úgyhogy jöhetünk is ide. Hívom a lovamat. Jaj, nem áll. Most komoly.
Na, most már jó. Ki kellett mennem a városból ahhoz, hogy... hogy megtalálja az oda vezető utat. És még így is van egy olyan érzésem, hogy kerülő úttal megy. Na, mindegy. Egyébként az utolsó stream óta annyi történt, hogy elmentem a kovácshoz, és fölfejlesztettem a fegyveremet és a pajzsomat, ami úgy igazándiból nem került semmibe, hát pénzbe, de annyi történt, hogy oda mentem, föl szeretném fejleszteni, és ilyen 5000 aranyér azt hiszem a fegyver fölfejlesztette az én szintemre, a 36-os, akkor még 35-ös vagy 36-os voltam, nem tudom. Arra a 35-ös, 36-os szintre, a pajzsot pedig ugyanúgy. Csak azt kevesebbért, aztán csak ilyen 4000-be került, vagy pont hogy fordítva. Fegyver került 4000-be és a pajzs 5000-be. Nem tudom pontosan, tök mindegy. Ennyi volt az upgrade. Tehát, hogy így. Azt hittem, hogy egy kicsit bonyolultabb lesz, de nem. Nem kellett hozzá semmi, csak pénz. Ugye a ruhánk az maradt, hogy konkrétan, ez tetszik ez a ruha egyébként. Mondjuk ide a sivatagban nem túl praktikus, mert ilyen szörm és meleg ruhának néz ki. De hát annyi baj legyen. Vajek kínlódik benne, nem én. Papa, why do people die? We are not gods. Everything must die. It is what Amun has ordained for us. Will we be together in the afterlife? Be brave and strong. Fight for justice. Do not lie. This is all anyone can do. Ma'at will decide if we are worthy to walk together in a field of reeds. I'm sure you will, though. Your car is good. Pisces, the two fish, joined by the thread of this life, they are forever balanced between the afterlife and the underworld. Art. Ez biztos nem. Ez lesz az. Valahogy, vagy nem. Nem. Ez az. Itt már voltam, nem? Lehet, hogy hülyén fordítottam el, de ez az. Alak csillagkép. Egyébként ez is jó, mert azt hiszem 3000 XP-t lehet érte kapni. Ugye elég szépen lehet fejlődni ezektől a csillagképektől, ha megfejted. Háromszázat. Azt hittem 3000. Vagy csak azért 300, mert már túl magas szinten vagyok. Na mindegy. A lényeg, hogy megvan. Igen, onnan jöttünk. Merre haladjunk? Én azt mondom. Kis távolítás. Az nagy segítség.
Hát igen, oda lehetne gyors utazni. És az lenne szerintem a legjobb megoldás. Gyors utazzunk ide. Itt a közelben is egyébként van egy ott, de habár egyébként át tudok menni, nincs szükségem arra, hogy leugorjak, aztán visszamásszak. Na, azt nem találtam el. Megtámad? Hol vagy? Hát szerintem nem. Bepánikolt, baszik rá. Na ez mi lesz? That is Horus, the Falcon, the great black Sokol, god of the sky. The sun is his right eye, and the moon is his left eye. Forever he flies across the heavens, making night and day. The eye of Horus is what the Magi wear? A sólyom. Ezért mondjuk 450 XP-t kaptam. Hát, biztos függ akkor, vagy attól, hogy milyen területen van. Jó, és ha minden igaz, akkor itt van a következő. Kérdés, hogy hogyan fogunk oda jutni. Azon kívül, hogy lóval. El tudod oda vinni, vagy saját magamtól kell oda menni. És oda vezényelni a lovat. Na majd mindjárt meglátjuk. Mert ugye itt enyhén jelzi, hogy hát őnek itt nincs útja. Gondolom. Bele a leveles tóba. Egyébként ezek a srácok itt ilyen 45-ös szint, vagyis 40-es szintű területekről beszélünk, vagy ahol most vagyunk. Az ilyen 37-es szinten már el lehet kolbászolni. De volt olyan, amikor eljöttem erre ilyen 34-es vagy 35-ös szinttel. Hát volt olyan... Megtámadtak a banditák, mint például ahogy most is, és egy lövésből leszedtek. Kaptam egy lövést és annyi.
Most már én szedem le őket. Időközben még annyi történt, hogy kifejlesztettem, vagy megtanultam azt a képességet, hogyha közelharccal legyőzök valakit. Na jó. Akkor megyünk a magunk módján. Szóval, hogyha közelharccal legyőzök valakit, akkor automatikusan kilootolja. Hogy nem kell már nekem lootolnom. Kénytelen leszek gyalog menni, félig meddig, gondolom. De nem baj, gyönyörű a táj, tudunk benne gyönyörködni. Ott is van, amit keresünk. Ez ugye már a harmadik lesz. Ez a mérleg, ha jól látom. Those are the scales called Gonsu. When we die, the goddess Ma'at weighs our hearts on them. Against her white feather. I remember this. If our hearts appear in light, we walk in the field of reeds. Very good. You are listening. The scales measure truth and justice, which is why Magi pursue these two things above all others. Szerintem valahol elsiklottam fölötte. Mondanám, ez tuti nem. Biztos, hogy nem. Ő lesz az, szerintem. Nem. Ugye itt ilyenkor már mutatja, hogy milyen irányba kéne... Ő. Ő az. Rá kell fordítanom. Oké, ez is megvan. Ugye ez volt a harmadik.
Így. Tökéletes távolság, belátunk mindent. Ott azért lenne tennivaló. Mennyi feladat. Jöjjünk akkor ide. Negyedik. Ötödik. És utána még erre felé lesz majd egy hatodik. Hetedik. És szerintem ennyi. Még lehet, hogy valahol elmaradt egy nyolcadik, de szerintem ennyi lesz az egész. Na, oké, és ez jól fest. Aha, ott van még egy, de az itt van közel. Igen, azt be is számoltam. Jó, akkor jöjjünk ide. Ez a stream, ez a mai stream, ez egyébként annyira nem lesz hosszú. Mert holnap korán kelek, de ezt mindenképpen streambe szerettem volna megcsinálni, de egy laza, úgymond két órás streamet azért összehozok ma is. Legalább. Annyi lesz biztos, mert hogyha ezekkel végzünk, akkor... akkor még csinálunk pár mellékküldetés, meg ilyesmi. De az igazat megvalva egyébként a sírok felkutatása az hosszadalmasabb dolog. Ott azért elég sokat kell futkos, meg oda kell nagyon figyelni. Főleg a loot miatt, és főleg a szilícium kristály miatt. Ugye, mert azok a fontosak. Bizonyos szerkezetek beindításához, vagy legendás cuccok megszerzéséhez szilícium kristályra van szükség. Na, ezek az ikrek, ahogy látom. And Egyptians do not hate each other. We are all the same. It feels like they do. A priest in the temple school said Greeks were destroying Egypt. He was wrong to say that. There is good and bad in everyone. You are the child of both Egypt and Greece. You are proof they do not hate each other. Úgy kell fordítanom, kávé. Meg is van. Hú, basszus, még valami. A zenét ki kell kapcsolnom. Mert a YouTube megint baszogatni fog. Na. Bár szerintem már így is baszogatni fog, mert azt hiszem szólt a zene alatt a szóval. Cseszhetem. Oké, hol is van a következő meg ott van. Hát, mehetnénk gyors utazással is. Ugye ez volt a negyedik, ez meg lesz az ötödik. Már egyébként nincs sok vissza, tényleg. Ahogy elnéztem a csillagképeket.
Hát jöjjünk ide. Útközben csináljuk meg ezt a vadászterületet. Szegény vízilovak. Nem is értem, minek tettek bele ilyen küldetéseket, vagy hát ilyen feladatot. Sajnos ez nélkül nem igazán lehet haladni a fejlesztésekkel, mert ugye szükség van nyersanyagra. Hát figyelj, ne menjél föl. Jesus. Állandóan az úton akar menni. Na ez mi lesz? Cikcak. Így szokok hazajárni szombat este. Ez no reason to rush. I won't rush. But what if I already know? You need to learn how to be a Magi first. Hát ez a víziló. Legalábbis nekem úgy tűnt. Ugye a következő cucc viszont azt mondom, hogy legyen ott az a sír. Ah, itt is van egy. Mivel hogy az közel van. És aztán pedig eljönnénk ide. És innen még ez lenne itt.
Úgy néz ki, hogy talán az az összes. Na ez mit? Á, lefényképezte, hogy gyönyörű. Úgyhogy jövünk ide. Ugye itt föl kell jönnöm, mert a ló az ide nem. Teljesen föl kell jönni az útra. Akkor itt a sziklák megbolondítják az iránytűt, a lónak az iránytűjét, azt egy kizé kóvályog, mint gólya fos a levegőbe. Na bazd meg, Bajek. Komolyan mondom. Ezt minden egyes streamben elmondom, hogy Bajek. Az a kőkemény bunkó paraszt mindennek neki megy, baszki. Mindenkinek is. Idáig jön csak a lóval? Nem baj. Nekem az is jó. Kéne találnunk a bejáratot. Aha, ott van fönn. Jó. Várjál csak le. Szia, Csibi! Igen, hát, amint látod, a motorot lóra cseréltem. Szia, szia! Na. Ezt úgy érti, hogy... Na, azért mondom. Rengeteg a loot. Bejárat, ő már jelzi is. Na, itt lesz loot. Hú, még egy. Fasza. Ezt már szeretem. Mi a helyzet? Hogy vagy? Akkor jöjjön a gyújtogatás, ez a mániám. Semmi értelme, de mindig begyújtom ezeket a cuccokat. Na, nagyon helyes. Ha kezdtem aggódni, hogy te is ilyen száraz péntek estét tartasz, mint én. De akkor látom, nem. És jól teszed. Amúgy. Jó, hát... Ja, hogy te... Ne, most komolyan egyedül iszol. Ezt ne csináld, ezt ne. Vár.
ha nincs kivel inni, akkor jó, egyedül is. Csak egy idő után ilyen unalmas, nem? Az nem... nem... Ja, hát én nem hangoztatom, én számot még ilyen első hatta, hogy alkoholizmus. Csak azt akartam mondani, hogyha az ember egyedül iszik, akkor az előbb vagy utóbb ahhoz vezet, hogy túlságosan is sokat iszik. Na, errefelé lehetne menni, ott van egy szilícium kristály. Ezt nem lehet széttörni. Erre is lehetne jönni. Ez jó bonyolult sír lesz, már látom. De lesz mit csinálni. Vegyed fel azt a fakját! Hát amúgy meg igazad van, két pohár bor az untig elég ahhoz, hogy elaludjál, csak hát ugye az nem mindegy, hogy mekkora az a pohár. Ugye mert vannak fél literes poharak is. És még... Oda föl is lehetne menni. Ez nagyon bonyolult lesz ez a dolog, na mindegy. Megcsináljuk. Na ezért is mondtam egyébként, hogy ugye síremlékekkel az a probléma, hogy olyan szinten labirintus, hogy hát itt annyi időt el lehet cseszni, hogy az valami hihetetlen. És főleg még ebben, mert hát láttátok, hogy mennyi lút van. Három decis. Hát figyelj! Az csak két decire van a fél litertől. De egyébként az egy... Hát most... Boros pohár? Az egy normális? Nem. Mert a normális boros pohár az szerintem ilyen másfél decis. De hát falun a másfél deci az három. Na, ott egy szilícium kristály. Ez kell. Múmia. Na, úgy tűnik, hogy ezek az helységek itt kicsik voltak. Mondjam azt a szerencsére. Viszont... Gyújtsad be! Oda kéne följutnunk, ahhoz meg... Hát... Így van, tehát hogy most érted? Városiak nyámnyilák, ilyen másfél decis... Másfél decis pohárba mérik a bort. Ugyan már. Hova gondolnak ezek? Jaj, bazd meg! Így nem tud átmenni. Így viszont igen. Következő helység. Ott a szilícium.
Jó, ez nem érdekel minket. Azt hiszem, hogy megtaláltuk a lényeget, amiért ide jött, az egyik lényeges dolgot, amiért ide jöttünk. Ancient writing from the old kingdom. Csak hogy igen, ezért kapunk egy plusz képességpontot minden egyes ilyen ősrégi kőtábláért. Ott még lehet még tovább menni. Ha jól látom. És nem csak lehet, hanem kell is. Most vissza kéne menni, mert ott még volt még. Aha, itt egy kijárat. Ezt csak így elhúzom. Hova vezet ki egyébként? Aha, oké. Onnan jöttem, és ebbe az irányba mi lesz? Ó, na és itt is van egy ilyen szerkezet, amit el lehet indítani. Ott meg a nagy mélység van. Puha. Na, akkor ide még vissza kell jönnöm. És milyen bort ittál? Fehér, vörös, rozé. Ha már itt vagy, akkor egy kicsit szórakoztatlak el alvás előtt. Aha, pillanat. Innen... basszus bajek. Aha, persze. Oké. Okay. Ezt nem tudja megfogni, de jó. Esetleg a másik oldalon át tudok menni? Bazd meg. Ó, zsír, az jó is.
Azt szeretem én is. Ezt nem hiszem el. Öcsém, hogy lehetsz ennyire béna, bazd meg? Másodszor leesni ugyanott. Ott át tudnék menni. Kérdés az, hogy ez a jó barát, ez oda át tud tudni nem ugorni. Nem. Bazd meg. Akkor hogyan megyünk át? Amúgy mennyi kristályunk van? 54. Meg kéne nézni egyébként, hogy mennyire van szükségünk. Aha. Ha értem. Szóval megvan, hogy hogyan fogod átmenni. Át kell húznom a másik oldalra. A cuccost. Így, és akkor most át tudunk ugorni arra a szemközti szegélyre. És így tudunk átmenni ide. Kicsit körbefutok itt, de szerintem semmi értelme. Ott egy törhető fal volt, itt a másik törhető fal. Ennyi. Hát jó. Ennek mi baja van a fákjával? Csak azért töröm szét ezeket a cuccokat, mert volt már olyan, hogy ilyenbe találtam szilícium kristályt. Az a mellettünk lévő helységben lesz. Gondoljátok itt majd visszanézéskor, vagy akár most is meg le tudjátok állítani a streamet, aztán el tudjátok olvasni. Annyira ezeket nem szoktam elolvasni, pedig nem ártana. Mert, na, most néhányat azért el szoktam olvasni, és néha elég érdekes sztori van benne, de... Nem az összeset. A némelyik olyan hosszú történetet ír le, hogy nincs kedvem olvasgatni. Itt viszont egyáltalán nem volt szilícium kristály. Na, akkor az van, hogy vissza kéne menni, és el kéne indítani azt a szerkezetet. Akkor úgy tűnik, hogy abból a szerkezetből rengeteg van. Itt, mert ugye egyet találtam ott a térképnek déli részén is. Azt is majd meg akarom nézni. Az a bajom, hogy hát, mondjuk majd megnézem, hogy mennyi szilícium kristályra van hozzá szükségem. Mert ha minden igaz, akkor 5-re. Na most az Isu Armorhoz meg 50 kell.
De kíváncsi vagyok, hogy ez a szerkezet mit fog csinálni. Hogyha elindítom, vagy mi fog történni egyáltalán. Ugye mert az is része. Így van. Ugye ez lesz az, hogy itt is írja, hogy el kell indítani ezt az ősrégi szerkezetet. Erre itt el lehet jönni, ezt előbb nem is vettem észre. Aha, de ott csak azt az egyet mutatja ott a távolba, úgyhogy... Nem, az egy szilícium kristály. Na. Lehet, hogy lesz még egy. Csak a másik irányba. Erre, ha fölmászok, hova jutok? Aha, sehova. Jó. Erre el lehet jönni? Hát, így. Aha, na innen lehet látni, hogy ez egy víz. Egy-egy ilyen vízről beszélünk. Gondolom a szerkezet pedig valahol a víz alatt lesz, vagy a vízen keresztül el lehet jutni. Ugye onnan jöttünk. El lehet jutni egy másik helyiségbe, ahol a szerkezet van. Innen nézve... Aha, így itt a szélén látni, hogy víz, de egyébként meg nem mondtad volna, hogy az egy víz. Vizes rész. Na, akkor ugorjunk. Hoppá, mennyi szilícium. Majd oda kell behelyezni. Hát most már elindította, automatikusan behelyezte, hogy fölvettem a... Ennyi? Hogy mondjuk elindítottam a szerkezetet, és akkor... Ennyi az egész cucc? Thank you.
Aha, ki lehet jutni, vagyis menni innen. És itt nem fogy a levegőm. Viszont ide már nem enged. Érdekes. Gondolom azért, mert nincs ott semmi. Biztos lesz valami értelme ezeknek a szerkezeteknek, hogyha az összeset elindítom. Hát itt már úgy igazán úgy tűnik, hogy nincs semmi, tehát tényleg. Ennyi volt, hogy el kellett indítani ezt a szerkezetet. Ugye ez került nekünk. Hát most 50-60. Akkor nem tudom, néhány ilyen szilícium kristályba. Automatikusan be is helyezte, amikor odaértem a közelébe. Erre már nem enged. És hogyha innen megyek, innen enged. Hát ott volt valami, ami nem tetszett neki, valami miatt arra felé nem akart beengedni. Úgy néz ki, hogy akkor már tényleg nincs semmi. Jó. Akkor mehetünk tovább a felfedezésbe. Ugye ezt a sírt akkor megcsináltuk, itt is találtunk egy szerkezetet, ezt el is indítottuk. És akkor így kiteleportál minket ide. És a térkép szerint, igen, az is ki van pipálva, tehát azt is megcsináltuk. Az jó, azt szeretem. Két legyet tudunk ütni egy csapásra. Na, akkor a következő... csillagászati terület, vagy hely, vagy feladat. Itt is van egy síremlék, majd oda visszamegyek. Most, hogyha már így megindultunk, az erre lesz, ugye? Nem. Miért nem? Ez itt Sziva. Ja, erre. Ide kéne jönnünk. Először megcsinálnám itt ezt. És aztán ide-vissza. Jó. Oké. Okay. Ott van Lucius, a római csődör. Á, gondoltam. Most komoly? Egész odáig ki kell lovagolnom. És aztán merre szeretne ő elvinni? Jó 3 ezek, és 2500 méter lovaglás következik. Déli báb van 1000-rel. Hogy gyönyörködjünk a tájba.
Kecseg úton állok. Azért nekem baromira tetszik egyébként a level design. Szerintem nagyon jól megcsinálták. Baromira hangulatos. Még akkor is, csak így simán a sivatagba itt lovagolsz. Még akkor is szerintem nagyon, nagyon jól néz ki. Van fönn valami római erőd. Na, nem soká meg is érkezünk. És akkor még oda föl kell majd mászni. Na jó van, nem probléma. Ameddig lehet, addig följövök lóval. Mégiscsak gyorsabb. Ott lenne, jó. Na nézzük, ez mit fog ábrázolni? Ez bika? Ez lesz az. Hey, have you talked to this girl you like? I didn't say I liked her. We were friends, but she's being strange and avoiding me. Maybe because she likes you too. We often do not say what we mean. It will come to you in bursts. Why would she avoid me if she likes me? This is something your mother should explain. I am better with the stars. The goldfish, called Capricornus by the Greeks. God has the head of a ram,
and the body of a fish. You see? Even the gods do not always make sense. Nem, ez a kos. Azt hittem, mikor lesz. Mi ez itt? Ez valami elhagyatott régi tábor? Ott tett itt egy kis pénz. Úgy néz ki. Van itt valami trón, vagy valami ilyesmi. Hotel. Hotel is best. Ott fönn van még valami. Pénz. Na. Néha nem reagál az ugrásra. Így eljöttem. Nézzük meg ezt itt. Gyere, Lucius. Két oldalról be lehet menni. Már is találtunk egy szilícium kristályt. Viszont nem tudom, a innen nem lehet hívni. Nézzük meg, hogy mennyi kincs van ott benn esetleg. Három, tuti. Négy, öt, ott egy bejárat vagy kijárat, öt, egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hat kincs. Oké. Okay. Mikor talán arra nem is lesz szükségünk itt. Ezek a gyertyák megzavarnak, olyan, mintha szilícium világítana, de közben meg nem.
Aha, ott van egy. Nincs. Akkor a vízbe is van még pár apróság, ha jól látom. Jó, hát itt nagyon kapaszkodni nem lehet, úgyhogy nem marad más, mint a merülés. És főleg szilícium van, annak örülünk. Ott egy kincs lesz, itt egy kincs. Kaptunk valami gyors kardot, az egy szilícium. Még arrafelé el lehet menni. Szilícium. Ott egy kincs van. Itt meg egy kifelé vezető út. Aha, jó, akkor megyünk vissza. Itt már nincs semmi, akkor mehetünk. Ugye ott, amit szét... Törtünk bejáratot. Ancient writing from the old kingdom. Hát, ez is megvan. De a kincseket nem találtuk meg, az összeset. Ha csak nem, a szilíciumot is annak jelölte. Bár itt még talán... Itt már más nincs. Jó. Mehetünk visszafele, ott még talán volt még egy járat. Így van, kell, hogy legyen még egy járat. Elolvastam jó előbb. Aha. Ugye a másik irányba, másik oldalra. Abba az irányba. Csávó nagyon imádkozik. De megijedtem tőle, hogy itt jött ki. Azt a rohadt. Már másfele nem lehet menni. Itt ez az egyetlen egy ilyen helység volt. De elméletileg, ugye a táblát megcsináltuk, az megvan, viszont kijövök már azért egy kicsit körülnézni. A kijárat, ahol kijöttünk, igen, akkor a szilícium kristályt is kincsnek jelöli. Jó, tudni. Oké. Okay. Ja, bocsánat. Mennyi pontunk van? 60 szilíciumunk van, az jó, az tetszik. És 5 pontunk is van. Oké. Okay.
Hát, ez annyira nem jön be. Ez mondjuk amúgy jó cucc. Tanuljuk meg ezt. Itt ezt, és akkor még marad egy pontom, azt pedig lehet, hogy ide tenném. Így. Jó, nézzük meg, hogy mi mindent kaptunk. Ezt azért lebontanám. Ez szint úgy. Csak a legendári cuccok maradnak. Erre vagyok majd kíváncsi. Jó. Oké. Ilyak közül nincs semmi új. Ott meg nem lehet egyenlőre fejleszteni semmit. Jó. Rendben van. Nem vágom. Hát, na mindegy, nem csinál semmit. Oké. What's the next? Mi lenne a következő? Ha minden igaz... Aha, itt. Ha minden igaz, akkor több mint valószínű, hogy ez az utolsó csillagképünk. Vagy nem. Mindjárt kiderül. Ide jövünk. Hol van a lovacskánk? Lucius? Jasker, megyünk. Hadd szóljon. Inkább lemaradtak. Vagy jönnek még? Hát jönnek, de... Mind a ketten megburdeltek a méregtől.
Na, mindjárt ott vagyunk. Most kíváncsi vagyok, hogy ezen kívül... Lehet, hogy még lesz még egy. Az igen, mekkora átugrott. Ez mi? Igen, ugye, mert itt is van egy, tehát még egy biztos, hogy van. Sőt, kettő. Osiris was cut into 14 pieces by his jealous brother, who scattered the pieces throughout the land. Osiris' wife, Iset, searched and found all the pieces except one. What happened to the other piece? It was eaten by a fish. It was his... So Osiris was resurrected. Became lord of the underworld. Oh, so we couldn't have children anymore, huh? You are growing up far too quickly. Hi, ez az Osiris, ugye? Így van. Akkor még mindig van kérdés, hogy hol. Jó lenne megtalálni azt, amit... Még esetleg itt lehet. Hát vagy még erre. Egyébként szerintem már nincs sok hátra. Vagy egy, vagy kettő. De kettő az szerintem sok. Szerintem már csak egy van. És valahol elmaradt. Ja nem, itt van. Megvan. Megvan, megvan, megvan. Ugye innen indultunk. Szerintem ez az utolsó. Ide visszajövök. Ó, szia kutyus. Hát te. Ogivagi. Idioti! Idioti!
Na, szerintem ez lesz az utolsó. Vagy az utolsó előtti. De ha netán nem is ez az utolsó, akkor még ott lent volt két darab fényes kérdőjel, bár szerintem az egy sírkamra lesz, mégpedig egy szerkezettel ellátott sírkamra. Basszus, rossz felé megyek, nem fog tudni. De, ott át tudok ugorni. Papa, what is best in life? To seek justice and truth. To live with honor. Nézzük már meg, hogy 1, 2, 3. My friend Kenan said it was to crush our enemies and to hear the lamentations of their women. 8, 9, 10. Ez lenne a 11. Akkor még egy lesz. Hol is volt? Itt volt. Így. Ez a bika. Vagy ez a 11., vagy ez a 12. That is the last one. I can take all the shards back to Siwa now. Na, ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó, fasza. Igen, és akkor ugye itt írja. Aha. Vissza Siwába. Oda. Jó. Rendben van. Ezt azért még nézzük meg. És aztán pedig elmegyünk a Sphinxhez. Sphinx. És elméletileg elegendő a szilícium kristályunk is.
és megpróbáljuk kiváltani az issue armort. És aztán természetesen meg elmegyünk egy kicsit kalandozni, mert van még ott pár sír emlék, amit fel lehet fedni, ráadásul egy szerkezetes tuti, hogy van, és az a másik is ott lenn délebre. Szerintem az is egy szerkezetes síremlék volt, még azt is meg lehet, hogy megnézzük. Majd meglátjuk egyébként, hogy véletlenül ez nem fog elindítani, ez a feladat egy küldetés sorozatot. Find every stone circle, the Sphinx and pyramids too, and I'll find my place. My son. Your name, Khemu, means Egypt. Like Egypt. You are forever changed. The stars are yours now. And your place is with them. Na, ez itt ennyi lett volna akkor. Viszont akkor most Gízába kéne mennünk, ha jól tudom, akkor ott van a Sphinx. Gíza pedig itt van. Igen, így van. Ide. És kb. Ide. Na arra, jó. Hogy ott hívjad már csak a lovat? Hát nem is kell olyan messzire menni, mert elég csak ide jönni. Ugyehogy? Én is azt hittem, hogy a Sphinx az nagyobb. Ugye itt hátul lehet bejutni. Seggénél. Van egy nyílás. You know. Hidden entrance. How long has this been here? End. Does not make sense. Or there must be a way forward. Jó, bazd meg. Nagy a testé, csávó. De nem baj, jó felé megyünk.
moon. What is this? Na és ugye itt vannak fönn a plafonon az összes csillagjel, amit mi megtaláltunk. Oda kéne nekünk majd belépni. Nem tudom begyújtani? Ne, szerintem innen. Az meg baj, hogy begyújtál. Csinálok egy kis fényt. Nem mintha nem látnám, hogy mi fog történni, de hát az én a... Basszus, nem erre számítottam. És itt is ugyanolyan stílusú építmények, vagy ugyanolyan stílusú építkezés van, vagy volt, mint a szerkezeteknél, amit beindítottunk. Igen, igen, itt írja is, hogy itt is el kell indítania. Szerkezetet. Itt is vannak kristályok. Ami egy tök jó. Amúgy azt hiszem, hogy összesen a játékban 80 darab ilyen szilícium kristály van. Abból 50 kell majd ide, ha minden igaz. Kettő azon az oldalon, kettő pedig ezen az oldalon. Szerintem itt már több nem lesz. Nem valószínű. Jó. Hát akkor indítsuk be a szerkezetet. Így van, 50 darab kell. Retransmission, segment 6, acquiring contemporary. És meg is van az Issue Armor. It has been 109 days since the great catastrophe. The messenger speaks.
Wake up. Not from a dreamless sleep or an absence of light, but from a reality that will soon cease to be. Wake up. The next chapter is unstoppable. And yet, the greatest revolutions sometimes originate from the confines of impossibility, do they not? Change your mind, subvert your perception, stop this world, bend it into something new. Destiny is not without irony. Here I am, imploring a lesser version of myself to do what I could never do. In this timeless moment, you and I are a bridge, both of us from different eras meeting halfway at the narrowing of the hourglass in this ocean of sand. It is not enough to tell time. You must learn time. To work with your shielding, Mrs. East, light, and in so doing, escape the inescapable. Fill in the blanks, the ones hiding between words, between worlds. Find the spaces that we could not erase, the variables that ended up erasing us. If you do not, they will erase you as well. Time told of a story that ended with us, and now it tells of a story that ends with you. Once upon a time, a new story will begin. After the functions which run our days have scattered into an array of random numbers, we found solace in order. We thought it would help us rule the world. We were wrong. Order never served us. It has kept us within the code, within the boundaries. We were tricked into thinking we were the ones writing the rules when they were in fact guiding us to our conclusion. You need to transgress. You of all people understand the value of disobeying. Take an unexpected turn away from the path that is drawn straight ahead of you. The Annus was humankind's first unconscious attempt to explain what it could not see. Understanding genetic memories, an eye into history. But the Annus bears a fatal flaw. It follows the rules from those who embrace order, just as we do. It allows you to witness, but not alter. Your animus is different, as is the mind that imagined it. It could escape the code. It could do that leap and make possible a decision that defies the order of things that are. Wake up. Be the chaos that comes to be. Gods are just like you and me. Remember, nothing is real. Everything is permitted. Ennyi. És akkor innen most már ki lehet menni. Na. Maradt 14. Igen, de abból már párat felhasználtunk ugye az előző két, vagyis az előző szerkezetnél is. Ugye, és akkor itt megkaptuk a Isu armort. Az első civilizáció, az abszolút hatalom. Haha. Ez durva. Ez durván néz ki. Köszönöm.
Na, igen, és akkor most már itt el is tűnt az a kérdőjel. Ugye ez a szerkezet volt az a kérdőjel. Viszont van még egy ilyen szerkezet. Mégpedig itt. Úgyhogy jövünk ide. Akkor folytassuk a dolgokat. Jöjjünk ide. Ez durva ez az armor. Júj! Az abszolút hatalom? Az első civilizáció? Meg ilyenek? Break anything. I should be cautious around here. Azt mi van? Oh.
Megállítasz, de minek? Közelebb jönnél, látnád, hogy ki vagyok, mi vagyok, az beszarnál, öcsém. Hát azért, szembe jönne az utcán ilyen csávó, hú, bazzeg. Éjszaka, világítana. Dörzsögetném a szemem, hogy ű, bazzeg, nem kellett volna annyit inni. De is csak azért jövök, mert ugye... Itt is elméletileg van egy szerkezet, itt én már jártam. Itt is kéne lennie egy szerkezetnek. Amit el akarok indítani. Taktikázni kell. Ó, basszus. Nem tud, nem... Ja igen, nem, mert ez itt van fölöttünk. Föl tud? Nem, muszáj körbe menni. Tehát nincs mese. Ezt akartam. Csávó, hogy nem gyullad be, azt nem tudom. Na, és ide bejövünk. És ugye itt is ugyanaz a építkezési stílus, idézőjelbe. És itt is el kell indítanunk a szerkezetet. Baszki, meg fogsz murdelni. De megám, a francba. Hí, mi volt ez? Azt a kúra. Né, né, ez most komoly. De, ne! Awesome! Shit! Nézzük meg, hogy milyen lovak vannak. Ebbe tudok venni valami jó kis paripát, vagy valami. Can I help you?
Semmi extra. Basszus, mehetek vissza. Shit. Hát köszi szépen, bazd meg. Ez még hallgatni is rossz volt. Na, menjünk még egyszer. Kéne lenni még egynek, nem? Hol van, baszki? Jaj! Jó, nem lehetett látni. Ez mi a faszt keresett itt? Itt volt bent elrejtőzve. Ide kell ugye behelyeznünk az 5 darab kristályt. Retransmission, second floor, acquiring contemporary. It has been 99 days since the great catastrophe. The messenger speaks.
first day of December 2012, Desmond activated the global Aurora Borealis device and protected the Earth from the sun's deadly coronal mass ejection. On the 21st day of December 2012, humanity carried on without a care in the world. People went to work, people went to school, and people went to the well for water. On the night of December 21st, 2012, as the sun set on their days, humankind went to bed. Then on the morning of December 22nd, 2012, humankind was graced with yet another morning. They never knew that on the previous day, the world almost ended. We thought that would have been enough. And it was, until it wasn't. Time is unyielding. It always corrects itself. The language of time works in many ways, two of which you can understand, as you are now. Linear continuity is a simulation that allows for variations. Within the linear continuity, there are nodes, choke points, moments where algorithms converge the flows of superposed possibilities to a single moment where only one absolute truth is possible. Paths are fluid. Continuous. Nodes are static. Changeless. And the wave function collapses the paths into nodes which branch out, again and again. And again. And so I wonder, can you feel the wave collapsing, trying to course correct Desmond's act of defiance? The incoming node needs the world to end. The algorithms have been carving the flow of possibilities towards that end for over 100 years now. Ja, hogy így, aha. Ha leveszem, akkor az így, így néz ki. Hát így durvább. Na, akkor végül is ez is megvan.
Hát ő itt ilyen különböző jóslatokat mond nekünk, amik már megtörténtek egy másik időségben. Ugye ezek a szerkezetek, ezeket a jóslatokat mondják el. Bajek meg végighallgatja, azt filózik, hogy mi aki így jókfasza van. Még itt lesz valami sírkamra, ahol szerintem van még egy szerkezet. És úgy tűnik, hogy szerintem az lesz talán az utolsó. Talán. Ja igen, találtunk egy faszai íjat, azt hiszem. Aha. Ja, viszont ez... Igen. Ugye, mert van beállítva most nekem egy gyors íjam, ő itt. Amivel baromi gyorsan tudok lőni. És aztán pedig ezt is szoktam használni, csak most ez ki van véve. Ezt amúgy nyugodtan lebonthatjuk. Na. Hát egyébként, ha már úgy itt vagyok, itt már nagyon nincs semmi, itt még van valami ezen a szigeten. Eljövök, megnézem, mi ez a kérdőjel. De szerintem az egy papírusz lesz. Aztán még fölfedezzük azt a szinkron, és megcsináljuk azt a szinkronizációt. Úgy van, az egy papírusz. Nem szabad bejönnöm. You there! Stop! Here, here, hurt young. Mindegy, papírusz az megvan. Oda nem szabad bemenni. Valami miatt ők nem szeretnék, hogyha én oda bemennék. Hey, what's the meaning of this? Ők így nem. Erről ennyit. Tudjátok, kivel fogtok itt szórakozni.
A viszontlátásra. Okidoki. Hát ezt megcsinálom itt. Meg akkor megnézem, mi ez a kérdőjel. Úgy igazándiból itt jóformán ennyi lenne a dolog. És azt hiszem, hogy már akkor a streamet szerintem én be is fejezném. Mert holnap akkor ránkelek. Melóm is van, elég sok. Viszont nem tudom, hogy holnap hogyan fog kijönni a dolog. Hogyha este nem lesz más dolgom, vagy más programom, akkor folytatjuk a streamet. A végigjátszást. Ugye konkrétan ezek most mellékküldetések, de rá kéne állni a főküldetésekre. Ott még azért van még egy kis tartalom a dologban. Több mint valószínű, hogy vissza kell majd mennünk Szívába. Ott meg kell keresnünk egy kapcsolatot, egy kontaktot. És szerintem azon a szálon fog tovább menni a fő küldetés. Nice. És elérhető egy upgrade is, és több mint valószínű, hogy az a kérdőjel, az igen, az pedig az volt, ami. Na. Találtunk egy új papíruszt. Mit tudok upgrade-elni? Hát, van mit, van mit. Főleg tigris szőrmére van szükségünk, nagyon, ahogy elnézem. Hát ott meg az a fém, talán vas, bronz az van. Hú, ott pedig valami special cucc, az nem tudom mi lehet. Rá kell majd jönni. Oké, pajzs. Bomlasztunk. Lehet, hogy a legendary cuccokból lenne, de legendary cuccokat nem akarok lebontani. Megmondom őszintén. Ja, szinkronizáció, basszus. Nézzünk be ezekbe a épületekbe. Egyikbe is, amikor már... Ó, vannak még itt. Ó,
Valahogy. Valahogy meg lehet oldani azt is. Most azért megnézem. Lehet, hogy azt a képességet én nem tanultam volna meg. Nem. Ja, ez az. Aha. Igen. Ezt még nem tanultam akkor meg, sajnos. Ide nem lehet bejönni. Magunk mellé lehet állítani a vadállatokat, kivéve az alfa hímeket. Hú, bazd meg, itt is van egy. Hát te veled mi történt? A kezed ott maradt a levegőbe, tesó. Basszus, viszket a szemem. Na. De ha már így belejöttünk, akkor meg eljöhetnénk így errefelé megnézni, hogy ez mit. Próbálj nyomjuk fel azt a fél órát, legyen egy 3 órás stream. Megnézzük azokat a kérdőjeleket, hogy ott mi lehet. Bár szerintem vagy kincsről kincs lesz, vagy pedig ilyen vadász terület. Gondolom én. Vagy esetleg valami kisebb tábor. Ezt tudnám így elképzelni. Erre megy ez. Akkor először nézzük meg itt ezt. Meg is vannak a kincsek. És hát egyelőre csak egy. Azaz, de figyelj, ki így húzták a cuccokat. Így épültek, majdnem így épültek a piramisok. Filakesz, hányas, 35-ös. Na mindjárt visszajövök. Tudom, hogy mi történt vele, ő nem szívesen akart volna leszállni a lóról. Same as the past. How many of the Felakis have this? Hmm.
Kaptunk valami íjat, basszus. Wow. Már teszem is át. Wow. Na. Hú, kifogytunk a izéből. Begyűjtöttük az íjakat. Begyűjtsük, ú, 200 arany, köl a pénz, upgrade-re. Öcsém, hogy nekem jött? Kezdődik. Ez egy ilyen hármas tábor. Na, ezzel el leszünk egy darabig szerintem. Aha. Na. Láttam egy kötelet. Onnan is akár át lehetne jönni. De... Igen, ez a gyors i, ez nem rossz, csak de most a gyors i helyett várjunk, csak az a, igen, ez a B helyett most inkább a Predator bow-ot szeretném betenni. Erre most nekem nagyobb szükségem lesz.
Aha, most oda mennek megnézni, hogy mi a fasz történt. Ő is megfertőződött. Ő is oda megy, ő is elkapja. Hullanak, mint a legyek. Volt-e még egy csávó? Most nem tudom, ő életben maradt? Nem. Vagy ő is kidőlt. Fasza. Rengeteg kincs. Igazándiból ezen a szegmensen itt már szerintem senki se él. Egy I. Rengeteg lóvé és bronz. Aha. Hoppá, ott a jelzőkészülék. Uha. Most eljött ide körülnézni. Azt hiszem, hogy meg is mérgeződött, ha minden igaz. Vissza-vissza. Kunyiba toljuk. Csávócska majdnem bealudt. Segítettem rajta. Nem veszi észre? Akkor cső. És ő ott bent. Egy kapitány. Azt hiszem. Nem. Nem tűnik föl neki, hogy a kinti csávócska itt összecsúszott. Ő még mérgeződött.
Zsír. Elég jól haladunk. Nem tudok kötélen átmenni. Nem áll, bazd meg. Marha bajek, hogyan liheg a bal... állarcba. Ide hallom, hogy liheg benne, basszus. Összeszedem az összes lootot is. És... ott fönn van még a maradék kincs. Erre föl tudok menni. Két kincset begyűjtsük, és akkor ez a terület, ez meg is van. Kis pajzs. Kristály. Tigris szőrme. Elvinném. Nem lehet? Ennyi. Kész a terület. Fönt azért van még loot. De meg lehet, hogy föl kéne menni, ha már egyszer itt vagyok. Nice. Bronz, 200 arany. Hú, hát ezt kár lett volna itt hagyni. Na, ez egy jó ötlet volt ide jönni. És akkor még őket kiszabadítjuk. Majdnem el is feledkeztem róluk.
nálad loot? Nincs nála loot. Hát, így jártam. Lucius. Nice. Értem. Oké. Akkor viszont szintén egy hármas, de azt most hagyom. Hát maradjunk annyi, hogy Bajek rövidít. Nem törődik a következményekkel, ő rövidít, rajta van a baszó armor, ennyi. Hát, faszom fog körbe menni. Át az erődön basszus. Arra csávó. Hajón van bronz. Azt mindenképpen meg kéne ugorni. Kár lenne itt hagyni azt a bronzot. Kapitányt kéne elintézni, ő ott tűcsörög lent. Hajó, azt meg már elment a picsába, basszus. Jön megnézni, hogy mi történt. Hát most már nem... Nem jön. Ott megy a hajóm a bronzzal, basszus. Francba. Na mindegy. Itt van még egy tábor.
Egyek azért csinálok egy csapdát a... jelzőfényre. Bár nem sok értelme van, mert... is törlődik, miután kilépsz a játékból. Get out of the way! Get out of my way! Hope you missed! Greetings, can I help you? Hát, köszi! Még ezt az egy szinkronizációt itt megcsinálom, és... Jöjjön egy kis szinkron. Itt mi lehet? Nem leestem. Szerintem itt valahol alatt nem lesz ez a bejárat. Vagy nem. Ura.
Csináljunk egy ilyet, hogy... Basszus, ezek leléptek a izé bronzzal, nem? Több mint valószínű. Azt a csávót kellett volna megcél... Megcéloznom, akinél a bronz volt. Amik 30 fa volt nála. Esetleg még ő, aki leesett a róról, lehet, hogy nála volt a... Á, igen. 30 bronz. Zsír. Na. Jó, azt mutatja, hogy itt kéne lenni valami kincsnek. Tehát nincs sehol valamiféle bejárat. Ú, szegény ló még mérgeződött. Ő baj lesz. Ott a bejárat. Ó. Még ezt megnézem, megcsinálom. Másik kijárat van, ez a város felől, oké. Okay. Onnan jöttem. Köcsök kígyó. Meg is van, ugye? Meg bizony. Jó. Hát akkor irány a városba. Na nézzük, mi az, amit... Elég sok fegyvert összeszedtünk. Predator bow, lebontom. Őt is. Oké, hát...
Amúgy őt is le lehet. Ezeket a harci akat nem nagyon használom, hogy egyszerre hármat lől, mert... baromira sok... sok íjat elhasznál. Vagy hát nyilvesszőt. Ops, azt nem kellett volna. Na mindegy. Véletlen lebontottunk egy legendary cuccot is, de annyi baj legyen. Pajzs, pajzsból meg 7. Gyenge, mint én. Ennyi. Valami fejlesztés, semmi. Hát jó. De, van. Őt lehet fejleszteni. Na, még 2 szint és eléri a maximum... 2 lépés és maximum szintet elér. Ah, itt ilyen cuccok vannak. Ennyi. Ja, mert hogy... ó. Oh. De... vagy nem tudom, hogy ezeket én úgy elméletileg, mint hogy megkaptam, vagy... nem tudom. De ide berakta ezt. Ezt valahogy... megszereztem, na mindegy. Mit tudom én? Akkor még itt, ja igen, és akkor itt írja, hogy egyébként ennyiért meg lehetne venni valami ruhát, vagy valami... valami lovat. Amúgy ez jól néz ki. Ez még menne is talán a ruhánkhoz. Az issue armorhoz. Ez is durva. Na mindegy. Pontunk az nincs. Igen, itt azért lehetne még mit fejleszteni. Oh. ...78-ból 41 szinkronizációt csináltunk eddig meg. Na srácok, azt hiszem, hogy ennyi lett volna mára az AC. Viszont ahogy említettem, ha holnap este nem lesz más programom, akkor viszont folytatjuk. Azért elég sok mindent már itt azért megcsináltunk. Rengeteg kérdőjel maradt még szabadon.
amiről nem tudjuk, hogy mi, de több mint valószínű, hogy kincsek, amiket csak be kéne gyűjteni. Aztán ugye itt elmaradt még egy sír emlék, amit fel kéne fedni, és itt is szerintem egy sír emlék lesz, ráadásul egy olyan, amihez egy szerkezet is tartozik, amit majd el kell indítanunk. Azért még van mit csinálni. Rengeteg cucc még van itt, ami nincs megoldva. Á, és itt is van egy, ahol szerkezet van. Odáig még el se jutottunk. Na. Úgyhogy ha holnap nem lesz más dolgom, akkor folytatjuk. De szerintem holnap azért jó lenne valamiféle főküldit is bevenni. Szerintem ez lesz a főküldetés szál. Így van. De mondjuk itt meg is vannak ezek jelölve, ugye, ami főküldetés. Na. Szóval ennyi lett volna már a gémelés. De holnap folytatjuk. Ha nem lesz más dolgom. Ha pedig nem, akkor vasárnap tutira. Vasárnap azért még megyünk, mert azért még van még mit csinálni. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!